Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel! A következőkben a Bűnügyi Krónikák 1400 című játékkal fogunk foglalkozni. Én Zoli vagyok. Én pedig Réka. És ez itt a Mit játszunk vlog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! A Bűnügyi Krónikák önállóan játszható folytatása az 1400 megérkezett, már nagyon vártuk, én imádom a nyomozós játékokat, úgyhogy nagy szívszerelmem ez a sorozat. És hát az alapmechanikájával, hogy hogyan működik ez a egyébként applikációt használó QR kódokkal dolgozó játék, azt az első résznek a videójában, a Bűnügyi Krónikák videójában megmutattuk már nektek, ezt be fogjuk linkelni lentre. Most ebben a részben arról fogunk beszélni, hogy miben más az 1400, milyen játékélményt adott nekünk, milyen újdonságokat, új fordulatokat hozott be, úgyhogy ha kész vagy, akkor lássuk is. Lássuk. Külön beszélnénk erről a három nagyon fontos változtatásról. Mind a három azzal kapcsolatos, hogy a felütés, a tervezői vízió elképesztően izgalmas. Amikor jött, hogy 1400-as években nyomozunk, igen. Nekem azonnal feljött ez az Umberto Eco Rózsa neve, igen. A Kolostorba megyünk és beszélgetünk és szaglászunk, igen. Teljesen más világa van, mint az a mobiltelefonnal, lecsetelőkkel, az a NCIS nyomozós van, teljesen más. Kettőnek megvan a maga öröme, meg a maga szépsége. Én azt gondolom, hogy egyébként ez a téma, ez talán még jobban illik ehhez a nyomozós témához, mert ugye egy lovagot alakítunk, akinek ilyen isteni látomásai alapján kell nyomoznia, vagy hát szeret nyomozni ügyek után, és valahogy ez a téma magát a sötétségét, az ilyen sikátoros, bujkálós, igen, az egyháznak az ilyen titkos összeesküvéses oldalát nagyobb hozza, és hát a grafikájában is gyönyörű ez a játék, azt kell, hogy mondjam, az első újdonság, amit behozott egyébként az alapjátékhoz képest, az a látomáskártyáknak a használata, mert ugye egy olyan lovag vagyunk, aki lát dolgokat, és mutatok egy párat, kicsit gondolkodtunk, hogy mennyire spoileres ez, de azért szerintem egyáltalán nem. Kiragadva a kontextusban, hogy sokat nem fog nektek mondani, talán a stílus nagyon lehet szépek. Egy picit izgalmas. Kicsit dixites. Igen, a misztérium, illetve nekem ez a túlvilági történetek hangulat ugrott be, ötvöződött a nyomozós játékok világával. Amit nagyon fontos tudni, hogyha próbáltátok a klasszikus Bűnügyi Krónikákat, hogy ez egy tényleg nyomozós játék. A készítőknek célja volt, hogy érezd magad nyomozóként, összefüggéseket teremts, pakolgass ide-oda kártyákat, bizonyítékkártyákat, az fontos, az nem fontos. És itt, hogy ez ötvözve lett egy ilyen, nem biztos, hogy a múltat látjuk, lehet, hogy a jövőt, atyaig, de izgalmas. Igen, mert a látomások ugye így időtlenül jönnek, azt nem tudhatod, hogy megtörtént, nem történt, igen, csak gondolod, igen. Valós dolog-e, a részleteket megfigyelni, tehát van benne egyfajta ilyen, már azelőtt elkezdesz gondolkodni a bűntényen, mielőtt még bármit tudnál róla, mielőtt bárkivel öcse, beszéltél volna. Vagy ők szeretők. Igen, vagy miért állnak egymás mellett, vagy hasonlítanak ezek, vagy az melyik karakter lehet, és így várod, hogy a képeken látsz dolgokat, ugye minden kalandhoz kapunk 4-5 ilyen látomást, vagy megadja a játék, hogy kapjátok fel ezeket, de hogy igen. Az mint egy ilyen rémálomból, zihával felébredő rémkép látjuk magunk előtt. Nagyon igen. Jó. A QR kódrendszer itt is parádésen működik, meglehetősen hamar meg tudjátok szokni. Igen, ez a saját ezzel dolgozik, hogy viszonylag szerény eszközkészlettel ér el nyomozós hatást. Itt is elővettük az N4-es papírt, jegyzeteltünk az illetőket, hogy hívják. Jegyzeteljetek, ez annyira jó, azt a nyomozós feelinget adja, hogy információk birtokába jussz, de nem biztos, hogy mindegyik fontos, szóval nagyon jó. Igen. A karakterekből akarok nektek egy párat mutatni, hogy lássátok, hogy működik. Egy karakter van, aki végig velünk van, ő Percival, a kutyánk, akinek hát nagyon jó szaglása van, és tud minket segíteni abban, hogy megszagol tárgyakat, és aztán elvezet minket helyekre vagy emberekhez, ugye attól függ, hogy milyen nyomokat követ. Mutogatunk neki. Van egy saját kis családunk. Ez egy helyszín, oda kell menni, tehát az alapjátékhoz képest az a változtatás, hanem akárhonnan tudjuk elérni a különféle képesség embereket, akik nagy segítségünk lesznek a nyomozás tekintetében. Ettől függően a kutya mindig velünk van, és én imádtam a kutyát. Nagyon jó mechanizmus, hogy nem beszél, hanem különféle jeleket ad le, esetleg például a helyszínt vált, és akkor meglátogatunk egy másik helyszínt. Szerintem a hangulat, a stílus nagyon sokban támaszkodik a grafikára. Gyönyörűek a grafikák. Szerintem épp elég, főleg a látomáskártyák tekintetében volt ez izgalmas, hogy ne mondjon túl sokat, sejtessen, és ezek
a karakterek, és kellően rossz arcú, viszont fontos tudni, hogy nem minden kalandhoz van saját grafikai készlet, hanem picit újra hasznosít, van 30 arc, és azt a 30 arcot cirkuláltatja, tehát ez fontos tudnotok, hogy az egyik kalandban, ha ő volt a rossz fiú, közel sem biztos, hogy a következőben ő jó fiú lesz, tehát visszatérnek karakter, de azt hiszem, hogy az alapjáték esetében is így volt. Igen, igen. Ez a játék 4 kalandot, egy könnyűt, két közepest és egy nehezet hoz. És a könnyűt jó bemelegítőnek éreztük, szerintem mindenképpen kezdjétek azzal, mert elkezdtétek a normállal. Igen, mi Csenge barátnőmmel elkezdtük a közepessel, úgy voltunk fel, hogy hát mit nekünk könnyű, kezdjük a közepessel, csapjuk bele. Úgy elbuktuk, gyerekek, úgy elbuktuk az egyik részt, szerintem dupla idő alatt se tudtuk megoldani, ami nagyon érdekes, mert utána Zolival megcsináltuk a könnyűt, az tök jól ment. Egyébként nem volt az sem annyira könnyű. Szóval, hogy nem éreztem azt, hogy hú, hát voltak ez... összefüggések, hogy ő, és még egy új helyszín, még egy új karakter. De azért talán az volt tényleg a legkönnyedebb, talán még témájában is, és a másik közepes kaland, azt is meg tudtuk csinálni, tehát az sem volt nehézség. Négy csillaggal. A nehéz viszont tényleg nagyon nehéz. Tehát azt tudni kell, hogy az alapjátékban is ugye így ezt a három szintet határozza meg a játék, hogy könnyű, közepes és nehéz. És ott használ folytatást, és itt nincs összefüggés a sztori között. Itt nincsen, ezek teljesen különálló történetek, és mindegyik egy kicsit más hangulatú. Tehát van olyan, ami egy picit explicitebb, van, amelyik szexuális tartalmat is tartalmaz, valamelyik felkavaróbb, és ezen a ponton mondom el, aki esetleg nem ismerné, nyilván ez egy olyan nyomozós játék, ez a Bűnügyi Krónikák, ami felnőtteknek való. Igen. Tehát azért van egy korhatára. A talányok is olyanok, hogy azért vallást, politikát, szexuális utalásokat, erőszakot tartalmaznak, ezt ki is írja egyébként a fejezet elején az applikáció, hogy milyen felkavaró részek lehetnek benne. Egy felnőtt számára talán nem annyira felkavaróak, de gyerekekkel én, főleg kicsikkel egyáltalán nem játszanám azért. A harmadik nagy változtatás, és amit én legjobban szerettem, amikor az egyik közepes kalandot 4 csillaggal végeztük, akkor értettem, hogy miért nem 5 csillag, azért, mert van ráhatásunk a játék végére, és aztán az egyik legizgalmasabb, hogy ezek a karakterek lélegeznek, élnek, döntéseket hoznak. Az alapjáték is használja, hogy attól függően, hogy mikor kérdezed, milyen sorrendben kérdezed, ott van-e az illető, korábban, későbben, megtörtént-e már valami, máshogy reagálnak. Igen, tehát van, akihez lehet többször vissza kell menned, vagy máskor, vagy más hogyan kell hozzá beszélned. Tehát nem csak azon, hogy odamész, megkérdezed, ő mond valamit, aztán tovább mész, hanem ennél sokkal mélyebb, és talán pszichológiailag jobban összepakoltad. Esetleg megtörik az illető, és hogyha nem vagy elég rátarti, akkor elképzelhető, hogy nem nyit ki számodra egy olyan továbblépési lehetőséget, amit amúgy kinyitna, de hogy a munkásságú nyomán változhat a kimenetel a történetnek, tehát nem az a megfejtettük, nem fejtettük, hanem hogy elképzelhető, hogy valakinek picit szomorúbb véget ér a történet, mert mi nem csináltunk meg valamit. Atyaig, de izgalmas. Viszont. És a végén összefoglalja számunkra a történetet a játék, és nagyon jó a klasszikus nyomozós játékok hangulatát hozza, hogy fókuszálj a lényegre. A játéknak a tanítás és kulcsa bizonyos szempontból nem benne, mint az alapjátékban, ez a mindent mindenkitől megkérdezünk, nem így megy a nyomozás, hanem van egy teóriád. Van túl egy alaposak voltunk az elején, azt kell, hogy mondjam, nagyon rámentünk arra, hogy mi mindent kiderítünk, mi ez a táj, ő vajon mit gondol róla, és róla, és róla. Meg a kutyámról, meg az anyámról. Minden. Igen, tényleg nem fontos, meg elmegy az idő, tehát ugye ezt időre játszottak ezeket a kalandokat. Azon. A játék azt is díjazza, hogyha rövid idő alatt sikerül teljesíteni, tehát megvan adva, hogy mennyi idő az a rövid. Hogyha az alatt nem sikerül, nem baj, attól még teljesíthetitek, de ha nagyon hosszúra nyúlik, egy idő után a kalandi megkérdezi, hogy na jó, akkor mi a megfejtés? És ha még erre se tudtok válaszolni, hát akkor az egy bukó. Minden esetre felkészülést kér, energiát kér, tanulni nem kell a játékot. Tehát én azt gondolom, hogy az applikáció annyira vezet, hogy nem arra kell majd külön energiát fektetnetek, hogy megtanuljátok, hiszen nagyon egyszerű az alkalmazása, inkább arra, hogy beszélgessetek közben, az alatt nem megy az idő, hogyha beszélgettek, csak hogyha váltotok helyszínek vagy emberek között. Annyiban álnyalnám, hogy szerintem nagy, hogy is mondjam, tapasztalatunk volt az alapjátékkal, és sokkal könnyebb volt beleülni az 1400-as évek világába, mely összefoglalva mondanókat szerintem üdén más, nagyon szép különállóan játszható folytatása a Bűnügyi Krónikáknak. Elsősorban azoknak javaslom, azoknak ajánlom, akiknek tetszett a Bűnügyi Krónikák, ugyanazt a motort használja, 3 nagyon fontos ideváltoztatással, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor folytatódik ez az egész univerzum bővítés az 1900-as évekkel, meg a 2400-as évekkel, van még ebben, úgyhogy dolgoznak szépen
vannak kreatívak. Én, hogyha rajongó lennék a nyomozós játékokért, akkor el kéne ezt vérezni magam, ugyanis én nem vagyok egy kifejezetten nagy nyomozós, alapvetően én nem vagyok kitett rajongója az ilyen nyomozunk és jöjjünk rá valamire, mert általában egy megfejtésünk van, amire, hogyha rájöttél, akkor jó, ha nem találtad ki, akkor nem. Tehát az ilyen egy helyre kifutós dolgok, nem feltétlen az én műfajom, tehát én picit mint utas voltam, asszisztáltam Réka mellett, ebből adódóan szerintem az ideális játékos száma 2. Ebben viszont azt éreztem egyébként, nem tudom, erősíts meg, hogy talán azért voltál ebben jobban jelen, mert hogy itt tényleg a ráhatásodtól függően azért változik a sztori, tehát itt nem csak egy megoldás van, nem az van, hogy így ül a játék és várja tőled a megoldást, hogy na, merre mész tovább, na, hanem itt azért nagyon sok felé el lehet menni. Az alapjátékban is volt sok lehetőség arra, hogy kibontakoztasd magad, de itt talán még nagyobb a ráhatásod magának a sztorinak az alakulására. Én úgy éreztem rajtad, hogy ebben sokkal inkább nyomozóként voltál jelen, és nem kívülállóként. Lehet, hogy a játék világa dolgozott, inkább tartottam izgalmasnak ezt az egzotikumot, ezt a felütést, mert tényleg, ó, wow, de izgalmas, 1400. Ha nem is érzem az utcák bőzét, ami nem baj, de hogy a kép épp elég információt ad, a talán szerintem kellően komplex, bonyolult, és fantasztikus érzés, amikor ő nem fontos, ne foglalkozzunk vele, mert van ilyen. Mert ez a játék csírája magja, és ez az igazán nagy flow élmény, hogy ő hazudik. Nem tudom megmondani, miért ő hazudik, beszélgessünk. Abban a sorrendben kérdezik, mert a sorrend sem mindegy, hogy ott van pár ember, mert elképzeled, az egyik az elhúz, ha először rögtön azzal kezdem, megmutatom neki, megijed, elszalad. Nézzük meg, mi van, hogyha egyedül marad, és visszamegyünk hozzá, és megkérdezzük. Hogy mit mond akkor? Ilyen döntéseket hoztok közösen, úgyhogy szerintem egyébként randi játéknak sem utolsó. Én nagyon szerettem együtt nyomozni veled. Én is szerettem. Még egy dologról beszéljünk, ez mindig felmerül a bűnügyi krónikákkal kapcsolatban kérdésként, hogy újra játszható-e a játék. Röviden nem. Röviden nem, hosszabban én ezzel azért nem értek teljesen egyet. Az a helyzet, hogy az alapjátékhoz is ugye ígérik a folyamatos kalandok továbbfejlesztését. Jelenleg, ami az alapjátékban volt, azokhoz angol újabb kalandok vannak. Hogy ehhez lesznek-e újabb kalandok, azt nem tudom. Viszont annyi, hogy ugye a 4 kalandot, hogyha kijátszottátok, ez tipikusan egy olyan játék, amit bőven elég, hogyha a családban megvan, és továbbadtok egymásnak. Cirkuláltatható egymás között, így van. Nagyon jó akár továbbadni, hogy a többiek is tudják végigjátszani a kalandokat, hogyha ti nem együtt játszottátok. És azt gondolom egyébként, hogy bizonyos idő után én biztos, hogy nem fogok emlékezni minden kalandra, mert megfelelően összetett. Tehát én azt gondolom, hogy ha már végigjárt a rokonságon és visszatér hozzá, biztos, hogy lesz egy-két olyan kaland, amit szívesen újra játszol. Én legalábbis úgy vagyok vele, hogy én szívesen játszanék még vele, annak ellenére, hogy most már ismerem a sztorikat. Ez teljesen karakterfüggő. Mondjuk azt, hogy inkább egyszer játszhatós, de ha belegondoltok még így is, ez inkább egy olyan játék, ami élményfaktorral dolgozik. Tehát úgy gondoljatok rá, mint egy mozi jegyre, vagy mint egy élmény jegyre, amit megvesztek, kiutós szobára akár. Ez nem az a játék, ami 1000 évig ott lesz a polcon talán, és majd így mindig újra játszhatóságot ad. Ez az, ami egyszer ad élményt, vagy akár kétszer, de baromi jó élményt ad. Igen, szerintem érdemes abból kiindulni, hogy végigjátszottuk ezt a 4 kalandot, akkor kijátszottuk az adott könyvet. Innentől kezdve emlékező képesség, vagy hogy is mondjam, jelenlét kérdése, hogy mennyire újra játszható a történet. Szerintem hogyha megvan, akkor mivel nem történik alkatrészrongálás, mindent szépen biztonságban tovább tudunk adni esetleg a következő érdeklődőnek. Ez alapján kalkuláljatok, ami szerintem nyersanyag mennyiségben nem kifejezetten jó árérték arányban, viszont élményben. És igazából itt maga az applikáció a zseniális. Egy szép az inzertje is nagyon. Nagyon szépen minden a helyére kerül. Jó szórakozás arra 4 kalandra, és ez alapján érdemes mérlegelni. Nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek ezt a részt, reméljük, hogy tetszett, és kipróbáljátok ezt a játékot, szerezzetek saját tapasztalatot róla, tegyétek meg, hogy megírjátok a véleményeteket odalent a komment szekcióban, beszélgessünk róla. Köszönjük szépen ezt a játékot a Game Clubnak, hogy bemutathattuk nektek, és bízunk benne, hogy hasznosnak éreztétek ezt a részt, ha igen, akkor kérlek, jutalmazzátok ezt egy lájkkal, esetleg egy megosztással valamely közösségi oldalon. Reméljük, hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot. Sziasztok! Sziasztok!